A legtöbb élőlényt megviseli a napokban tapasztalható nagy meleg, éppen ezért az Askamenhelyen is bevezették a szükséges intézkedéseket. A kánikulában a kutyák is nagyon könnyen kiszáradhatnak és hőgutát kaphatnak, ezért fontos, hogy árnyékot biztosítsunk házi kedvencünknek, ezen felül a folyamatos vízpótlás sem elhanyagolható. Az Askánál például párakapukkal segítik a kutyáknak átvészelni a hőséget. Amire mindenképpen fölhívnánk a figyelmet, a sétáltatás. Megdöbbenve tapasztalom azt, hogy a városban járva a legnagyobb forróságban betonon sétáltatják a gazdák a kutyáikat. Én értem, hogy a panellakásból le kell vinni a kutyát sétálni, de lehető leggyorsabb útvonalon egy zöld területre, földes területre, ahol nem ég a kutyának a lába, mert ebbe bele sem gondolnak a gazdák, hogy ilyen esetekben konkrétan égési sérüléseket szenvednek az állatok, és sorba hordják be őket a kórházba az égési sérülésekkel. A gazdák tehát, ha tehetik, a reggeli vagy az esti órákban vigyék sétálni a kutyusokat, hogy elkerüljék a perzselő napsütést. A nyári időszaknak van még egy hátulütője, hiszen az örökbefogadó gazdák is elmennek nyaralni. A hatóságok viszont dolgoznak és sorra érkeznek a kobzási eljárás során lefoglalt vagy kóbor kutyák a menhelyre. Nagyon várjuk az örökbefogadó gazdákat, illetve továbbra is várjuk az idéglenes befogadó gazdákat, akik akár a szocializálásba, akár idéglenes felülvigyázásba is vállalnak feladatokat, és ezzel nagyon nagyban segítik a menhely munkáját. Szívesen fogadják az adományokat, legfőképpen a szárasztápot, hiszen abból naponta 10-13 zsáknyi fogy az Askánál. A felajánlásokat le lehet tenni a menhely előtt kihelyezett gyűjtőládába, a homoksor 7-es szám alatt, vagy a képernyőn látható számot tárcsázva, előzetes egyeztetés után személyesen is át lehet adni az adományt.